A bőrre egy jó csatorna, és még a feljelentkezés is ingyen van. Csöregeim, ez itt egy újabb Binkox rész, azaz tényes videó, és a mai témánk a Google fordító. Tehát az első tény az lenne, hogyha ugye a Google fordító, mindenki tudja, hogy néz ki, két ilyen kis ablakocska van. A bal oldaliba beírsz valamit, és aztán a jobb oldaliba lefordítja. Na hát már hogyha angolról fordítod magyarra azt, hogy barmok, ez milyen szép szó. Ezt ki fogjuk sípolni? Akkor kiadja magyarul, hogy hajrá magyarok! És ez annyira jó, ez nekem annyira tetszett, amikor ezt megtaláltam, hogy a magyarokat így minősíti még a Google fordító is. És ha a Google fordító így minősíti a magyarokat, akkor ők ilyenek is. A második tény az lenne, hogyha beírod a baloldali rubrikába, angolról magyarra fordítva ismi, hogy Call of Duty, ugye mindenki ismeri a játékot, amikor fogja így a pisztolyt, akkor kiadja jobb oldalon, hogy nagyon faja. Nem is tudom miért, talán azért, mert lefizették a Call of Duty-sok a Google-t, hogy így állítsa be, és akkor mindenki azt hiszi, hogy jó játék. Nem is tudom miért így van, de valamiért biztos. Jöjjön a következő tény. A harmadik tény az lenne a legkomplikáltabb és a legviccesebb is egyben az első három közül. Az az lenne, hogyha beírod magyarról Azerbajdzsánra fordítva, hogy lefagytam. Hogy fúj munka, és az Azerbajdzsánt újra angolra fordítod. Tudjátok, mi követni? És az angolt lefordítod ismét magyarra, akkor azt adja ki, hogy kivesző szája ingerlése. Most, bocsi, de a 18 éven aluliaknak ez nem való. Ups, elszóltam kicsit magamat. Na mindegy, jöjjön a következő. És az ötödik... Hülye vagyok. Ugye az eddigi három tény az ilyen azzal volt kapcsolatos, hogy lefordítjuk erre, arra, amarra, és akkor valami hülyeséget ad ki. Most az utolsó három viszont azzal fog foglalkozni, hogy milyen hülyén ejti ki a Google fordító a szavakat. A harmadik... Úristen, de sötét vagyok. A negyedik tény pedig az lenne, hogy ha beírod angol nyelvről fordítja, akármire fordíthatod, az most nem érdekes, úgyis csak ki kell beszélnie, kimondani azt a szót, hogy CV saratlac, és meghallgatod, akkor azt mondja, hogy CV szeretlek. Azaz CV szeretlek, érted? Vetted a poént, leesett a nagykő. És az ötödik tényhez eljutottunk, utolsó előtti tényünk is egyben, az egyik legviccesebb az utolsó három közül. Az lenne, hogy beírod angolra, hogy Christmas, azaz karácsony angolul, remélem mindenki tudja, aki angolul tanul. Akkor meghallgatod, ugye normálisan kimondja, hogy Christmas, kész, minden, nem is olyan durva, beírod, hogy Xmas, ugyanúgy Christmas mond minden, de hogyha az X és a Mars leírása közé raksz egy kötőjelet, akkor viszont már úgy mondja, hogy Xmas! Sajnálattal kell közölnöm, hogy eljutottunk utolsó tényünkhöz. És ez is nagyon vicces, mint a többi, mert ugye rossz poénokat nem rakunk bele a videókba, hogyha sok magyarul, kivételesen magyarul kell mondani végre. Ha magyarul meghallgatod a sok ót egymás után, dudogni az ózzal, kör alakú betű, olyan, mint a nulla, csak kisebb. Tehát sok ót egymás mögé raksz, akkor valami olyasmit hallasz, hogy jó. Elérkeztünk az utolsó tényünk második részéhez. Azt mondhatom nektek, hogy ez lesz a legutolsó tényünk. Ami pedig az ugyanígy egy betűt kell sokszor egymás után rakni. Csak az X-et, ami pedig olyasmiféle hangot ad ki. Nekem kétféleképpen adta ki. Volt, hogy X-et mondott, meg volt olyan, hogy x. Ha berakjátok, meghallgatjátok nektek, melyiket adja ki, nem érdekel engem. Nye. Jó, ennyi is lett volna ez a videó. Itt a bal oldalon megnézhetitek Benő 5 leghülyébb kérdés az interneten című videóját.
A másik oldalon pedig az ezelőtti Inkox rész, az Inkox hülye témákat. Nézhetitek meg! Hát akkor még rövid hajam volt, ilyen ellentétek vagyunk most. Hasonlítsátok össze, nem is tudom. Volt ilyen rész volt benne ez, na. Na, nézzétek meg, majd az a rész lesz itt bevágva, na mindegy. Hát akkor szerintem ennyi is felúd. Csöregeljék!